Liza János, Borszem Jankó, Székely népmese Egyszer volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még azon is túl, egy falu. Volt a faluban egy házas pár, aki sokat búsult amiatt, hogy nekik három leányuk volt, s azokat elrabolta a sárkány, s most már nekik nincsen egy gyermekük sem. Kivált az asszony sírna, még ma is ha csodálatos módon egy fia nem született volna. De született, mégpedig, amint mondám, csodálatosan, mert mikor egyszer az asszony reggel a házat seperte, lelt egy borszemet, lenyelte, s amint nyelte, felfohászkodott, hogy bár csak az Isten egy akkora fiat adna neki, mint egy borszem. Hát harmadnapra született is egy fia, de az csak akkora volt, mint egy borszem, s azért elnevezték borszem Jankónak. Jankóból pedig hamar ember lett, mert harmadnapra már beszélt, már futkározott a házban, evett, ivott magától. Egyszer azt mondja az anyjának. Édesanyám, igazán mond meg nekem, volt-e nekem valaha néném vagy bátyám? Igazat mondok, édes fiam, sóhajtott az anyja bár előre tudom, hogy tégedet elveszítlek miatta. S elmondotta, hogy volt még három leánya, de a nagyobbikat a három fejű, a közben sőt a hat fejű, a legkisebbiket meg a tizenkét fejű sárkány ragadta el ezelőtt pár esztendővel. Elhiszem, anyám, azt mondja Jankó, de most már mondd meg azt is, hogy hol találom meg őket, hova menjek utánuk megmondom azt is, azt mondja az anyja. Van az erdőn egy mély lik a föld alatt, van az udvarunkon egy körtefa, amelyik minden éjjel azon a likon leszáll a más világra, s csak reggel jön haza. Ezen a fán jöttek fel a sárkányok is, s vitték el a három nénédet egymás után három éjjel. Jól van, azt mondja Jankó. Most menj el, édesanyám, Süs nekem igen hamar a tejeddel útra három pogácsát. Addig, amíg kimegyek apámhoz a mezőre, hogy elbúcsúzzam tőle. Ott termett Jankó, ahol nem is vetettek. Egyszer csak hallja az apja, hogy valaki nagyban rikoltoz. Csá, daru, csá, te szilaj, hó meg, binda a barázdában. Hát látja, hogy sűrök, forog mind a négy ökör, mint a szél. Alig győzi az ökrök után az eke szarvat fogni. De azért a munka igen jól folyik. A barázda egyenes, mint a nyíl, hiba sehol sincs. Néhány perc, hát a földje, egy egész hold, meg van szántva. Istenem, kérdi, micsoda dolog legyen ez? Én vagyok apám, feleli Jankó. Ugye, tudok hozzá. Tudsz, fiam, tudsz. De ki vagy? Hol vagy? Itt vagyok, az eke szarvát fogom. Hát nem látja, hogy én vagyok? Feleli Jankó. No, végre, addig s addig néz, amíg meglátja az ő borszem Jankóját. Hát te vagy az kicsi fiam. Gyere, hogy vegyelek le onnat. Lees el, fiam. Nem, apám, ne féltsen engem. Búcsúzni jöttem, megyek a három néném után. Három esztendőre mától kilenc napra, vagy hazahozom őket, vagy ne is várjon soha idehaza engem. Akkor az esztendő három napból állott. No, egy szó mint száz, kezet szorít Jankó, s megy haza. Egy pillanat alatt megeszik vacsorára, vagy hat nagy pogácsát. Hármat tarisznyájába tesz, botot vesz a kezibe, anyját megcsókolja, s felugrik az udvarukon levő körtefára. Éppen jókor, mert a fa éppen indulóban. El, be vele a nagy erdőbe, ágon, hegyen, be a ligba. Pont éjfélkor helyt volt a föld alatti világban. Ott leszáll a fáról, leheveredik a fűbe, hogy nyugodja ki magát. Nem sokáig nyugodott Jankó, mint akinek nagy dolga van elvégezni való, jókor reggel, mikor még alig villámodott, néz szerteszéjjel jobbra-barra, dörgöli a szemét, hogy jobban lásson. Amíg végre addig vizsgálódik, hogy meglát távolról valami fényeset, mint egy ragyogó csillag. Azonnal arra veszi útját, s megy, megy. Délelőtt tizenegy órára pontban odaért hát látja, hogy az egy fényes részből épült vár, ami forog szüntelen, mint egy lefektetett kerék a malom korongján. Tűnődik, gondolkozik magában, hogy hogy lehetne bejutni abba a fényes várba. Töri az eszét szinte egy óráig. Már-már azon volt, hogy vesz egy nagy szálfát, s azzal, mint a molnár legény szokta a malom kereket megállítani, ő is megakasztja a sarkon forgó várat, amikor szerencséjére álló délkor az is egyszeri megállott. No, ezt tetszett Jankónak. A kapuhoz futott. Csak hamar benyitja, s megy egyenesen a legfényesebb palota felé. A palota ablakában meglát egy szép úriasszonyt. Olyan formát, mint amilyenek itt a föld vannak. Köszön neki, felel is az úriasszony az ismeretes, rég nem hallott szóra. De hogy nem látja a köszönőt, azt mondja. Akár hallom, hogy magyarul beszélsz. Én is magyar vagyok. Gyere, siess fel a palotámba, hogy tarthassalak jól. S azután haladj tovább, amíg férjem a háromfejű sárkány haza nem jön, mert ha itt kap, nem kegyelmez az életednek. Ebben a szempillantásban lesuppan a magasságból egy nagy részbuzogány. Éppen egy mázsás, Jankó mellé. Jankó kérdi, Miféle dolog ez? Az úriasszony most már észrevette Jankót, s azt mondja neki. Sies, eresd el magad valahova, mert ez annak a jele, hogy a férjem egy mérföldre van. Olyankor mindig hazadobja a buzogányát, hogy az alatt amíg jön, az asztal terítve legyen, s az étel se hideg, se meleg ne legyen. De Jankó nem azért jött, hogy elbújjon. Kapja magát, felkapja a buzogányt, megtekerinti a feje felett kétszer, háromszor, s úgy kidobta a várból, hogy éppen két mérföldre esett le. Látja ezt a sárkány, bámult rajta, de nem volt egyéb mit tenni, utána ballagott a buzogánynak, és most az egyszer a vállán vitte haza. Jankó pedig ez alatt felmegy a palotába, köszönti a nényjét, előveszi a tarisznyájából a pogácsát, s kínálja belőle. Alig, hogy megkóstolta, azonnal rá ráismert. Jaj, ez éppen az anyám tejével van sütve. No, egyél hát belőle, mert én éppen az öcséd vagyok. Utána jöttem, hogy megszabadítsalak. Jaj, kedves öcsém, mit gondolsz? Hiszen az én férjem a háromfejű sárkány. Ha itt kap, elevelem befaltéged. téged. Meglátjuk, néném, szólott Jankó. Vagy meghalok, vagy megszabadítalak. Én megígértem anyámnak, s megtartom a szavam. Ez alatt közelgett a sárkány. Az asztal megterítve három nagy pogácsa részből, három kát tej forralva készen várta a gazdát. Ez volt a rendes ebédje. Megjön a sárkány. Még be sem lép jól a küszöbön, azt mondja. Piha, milyen ember bűzt érzek? Ki van itt asszony a háznál? Az asszony szólott volna, nem is. Félt, sárgult, pirult, nem tudta, mit mondjon. Ha megmondja, elárulja az öccsét, hanem neki lesz vége. Jankó azonban nem sokáig búsította a nénjét, hanem amíg a nénje habozott, ő addig előállott. Jó napot, sógor! Én vagyok itt. Azért jöttem, hogy meglássam a nénémet. Piha! De kicsi ember vagy, sógor! Nem is tudom elképzelni, kihajította a buzogányomat olyan messzire tudom már, hogy nem te. Lassan, sógor, felel neki Jankó. Kicsi a bors, de hatalmas. Tudod-e, hogy én borszem Jankó vagyok? Hallottam híredet, azt mondja a sárkány. De ma itt hagyod a fogadat, mert ma megküzdünk egymással. No de gyere, egyél, így áll, mert hidd meg, nagy dolgod lesz még ma. Jankó nem hívatta magát kétszer. Asztalhoz ült, a rész pogácsából kettő csak hamar feltörmölt, amíg a sárkány egyet csak nyámmogott. A kát tejeket pedig egymás után úgy felhajtotta, mintha csak egy kis pohárral lett volna. – Nos, ógor, készen vagyok. Köszönöm az ebédet. De lássunk dologhoz. Küzdjünk meg. Hívtál az előbb. – a sárkány forrott mérgében, neki türkőzik, s kimennek az udvarra. Megragadja Jankót, felemeli a feje felébe, könnyen tehette, s úgy vágja sógorát a földre, hogy Jankó éppen térdig süllyed a földbe. De Jankó serest, kapja magát, kiugrik a földből, fogja az otromba sárkányt, felemeli a földről, megkanyarintja kétszer, háromszor, s úgy vágja földhöz, hogy éppen nyakig süllyedt el. Akkor kapja a nagy részbuzogányt, úgy veri fejbe, hogy a háromfejű sárkány még jajt se tudott mondani. Bámult rajta a nénye, de azért még tovább is aggódott az öccse sorsán. – Öcsém! – azt mondja neki. – Ennek a sárkánynak még van két bátyja. – az egyik hat fejű, a másik tizenkét fejű. Azok bosszút állnak rajtad. Meglátjuk, néném, azt mondja Jankó. Most kinyugszom magam, s holnap hajnalban megyek, hogy a másik két nénémet is felkeressem. Úgy is lett. Jankó másnap még virradat előtt talpon volt, s kiment a rézvárból. Felhágott egy dombra, körülnézett, s meglátott nagyon-nagyon messze egy a tegnapinál tündöklőbb csillagot. Már előre tudta, hogy az az ezüstvár a hatfejű sárkányvára meg se nyugodott, amíg oda nem ért. Ez a vár is álló délkor megállapodott, és így Jankó bemehetett, S csak hamar felment a legfényesebb palotába, ahol a nénje az ablakban ült, és hímet vart de ahányat öltött, annyi köncsepje hullott rája. Siratta rapsorsát a más világon. Ráköszön Jankó. Ne sír, néném, utána döttem. Tűz, víz, élek, halok, de bizonyosan megszabadítalak téged. Zsupp, jön a két mázsás ezüst buzogány, s jelenti, hogy a hatfejű sárkány két mérföldre közelített immár. Jankó csavarint egyet a kétmázás buzogányon, s visszaveti a sárkánynak éppen három mérföldre. Azt mondja a sárkány. – Ugyan nagy vitéz lehet az én házamnál, talán éppen maga borszem, Jankó. Akárki lesz, de megadom az övét, mormogta bosszúságában. De mit volt mit tenni? Csak utána kellett menni a buzogánynak. Vállára vette, s hazaindult. Ezen közben Jankó elővette a tarisznyáját. Elé belőle a pogácsát. Kínálja a nényét. Az is, mihelyt megkóstolta, ráismert az anyja tejére, s Jankót öccsének ismerte el. De már most azon aggódott, hogy hova rejtse el, nehogy a sárkány megölje. De Jankó nem olyan fiú volt, hogy elbújjék akárki elől. Addig érkezett meg a hatfejű sárkány, elejébe áll Jankó, s köszönti. – Jó napot, sógor! – úgy megszorította a kezét, hogy nagyot ordított a sárkány fájdalmában. – Hát te semmi! Te volnál az én sógorom! Te tudtad volna tegnap a bátyámat megölni. No, akárki vagy, akármi vagy, készülj a halálra! Most megadom a tiedet! – a sógor, azt mondja Jankó. Éppen azért jöttem, hogy meglássuk, mit tudsz a vitésséghez. Ki az udvarra, s összefogózik az egymást horgos szemmel néző két sógor. No, szegény Jankó, most te sem a három fejű sárkányt leled, gondolta Jankó magában. S szinte rosszul is járt, mert a sárkány felemelte öt-hat ölnyire, és úgy ütötte a földhöz, hogy ha a lábát széjjel nem veti, keményen nem tartja, nyakig süllyedt volna a földbe. De Jankó nem akármilyen küzdő volt. Megragadja a sógort, forgatja ide, stova, s amint látja, hogy itt többet észszel, mint erővel, kaszát vet a sárkánynak, kiüti a lábát alóla, s úgy taszítja a földhöz, hogy elszédül bele. Akkor Jankó kapja a buzogányt, használja az időt, s úgy üti hátba a sárkányt, hogy az meghalt tartozatlanul. Úgy kell neked, azt mondja Jankó. Most nem én vagyok, ugye a semmi. S azzal sietett fel a palotába, ahol a nénye ezer aggodalommal várta, már az asztal terítve számára. Jankó nem sokat kérette magát, hozzáült, s hozzá is látott ételhez, italhoz. Azután lefeküdt, hogy nyugodja ki magát. Reggel még virradat előtt ismét talpon volt, s útnak indult a legkisebb nénye felkeresésére. Most nem sokáig kellett vigyázkodni, mert a tizenkét fejű sárkány aranyból volt, s Jankó azt gondolta, hogy a felkelő nap, amikor meglátta. Ment, mendegélt Jankó, s hát éppen álló délben érkezett meg, amikor a forgó aranyvár megállott. A hárommázsás buzogány tiszta aranyból éppen akkor zsuppant le, amikor a nénye palotájához ért, s azt ő minden hímezés nélkül négy mérföldre hajította vissza. Amíg a tizenkétfejű sárkánya buzogánya után cammogott, s a vállán három mérföldről hazaemelte, Jankó addig megismertette magát a nényével, s elmondta, hogy ölte meg a három, meg a hat fejű sárkányt, s elmondta azt is, hogy ugyanezt szándékozik tenni a tizenkétfejűvel fejűvel is. De a nénye azt mondta, hogy most az egyszer ne próbáljon, mert a tizenkétfejű fejű sárkányt még senki le nem győzte, hanem inkább bújjék el egy szegletbe. De Jankó nem volt ijedős legény, s megnyugtatta a nényjét, hogy csak hagyja reál a dolgot, majd eligazítja ő. No, ő el is igazította, hogy nem volt köszönet benne. Megállott az aranyvár kapujánál a mezőn, s ott várta a tizenkét fejű sógorát. Nem sokat késett az, s előre forrott mérgében, mert már tudta, hogy a sógora jött ellene, hogy a nénnyét elvigye tőle de mennyire bámult, mikor látta, hogy Jankó nem egy óriás, hanem csak akkora, amekkora lehetett. Nem is köszönt neki, hanem fogta a buzogányát, s úgy vágta hozzá, hogy a föld is felszakadott utána. Jankó azonban az eféle elől, mint a bolha félreugrott, s amíg a sárkány a buzogányt felemelte volna, nyakában volt Jankó, s egy pillanat alatt tizenegy nyakát tekerte ki, csak a tizenkettediket hagyta meg. A sárkány látta, hogy vége van, ha szépen nem szól Jankónak. Kérni kezdte hát. Édes sógor, kérlek szépen, csak ezt az egy fejemet hagyd meg, mindent megteszek, amit kívánsz. Jankó nem volt rossz lelkű ember, megegyezett a sárkányjal, s az élete válságában megmondta, hogy van a palotájában a pohárszék tetején egy aranyvessző. Ilyen vessző van ezüstből, s részből, a másik két nényénél is. – Vedd csak a vesszőt! – azt mondja a sárkány. – Üsd meg vele a váramat, s lesz belőle egy aranyalba. Tedd a zsebedbe, s viheted magaddal, ahová akarod, s ahol akarod, hogy használd. Tedd le a földre, Üzd meg a vesszővel, s vár lesz belőle, amilyen volt. Jankónak sem kellett több. Szaladt a nénnyéhez, vette az aranyveszőt, s hogy a nénnyét a várból kivezette, megsújtotta az vesszőivel, s a vár nyomban aranyalmává változott. Akkor a zsebébe tette, s vitte magával. Így tett az ezüstvárnál is, így a rézvárnál is vitte magával a három nényjét, amíg elért a világ kapujához. Itt abban állapodtak meg, hogy a körtefán menjen ki az egyik. Az hozzon hosszú kötelet, s egy nagy zsákot, s rendre húzzák ki egymást. Jankó két nagy hibát tett szeretetből. Egyik az volt, hogy az almács, a vesszőt visszaadta mindenik nénnyének. A másik az, hogy utoljára akarta magát kihúzatni. De a nényei nem voltak jó lelkűek. Attól féltek, hogy Jankó még el is veheti tőlük a kincseket, s elhatározták, hogy mikor Jankót félig kihúzták, visszaeresztik. De Jankónak még volt egy kicsi esze, élt a gyanúperrel, s azért maga helyett a buzogányát tette a zsákba, hogy lássa meg, milyen indulatú nényei vannak azok pedig a zsákot visszaejtették, s ha Jankó beleült volna, mint szilánkra szakadott volna. Immár szegény Jankó egyedül maradott az alsó világban. Kimenni nem tudott, mert nényei otthon az alvilágba járó körtefát kivágatták s elégették. Nehogy Jankó azon valahogy visszajöjjön a hazájába, s őket megtalálja. Amint így búslakodik magában, egyszer csak hall valami keserves madársírást. Oda siet, hát látja, hogy egy nagy kígyó, mint egy kötőrúd, tekeredik egy magas fára, ahol griffmadárkák voltak. Oda megy Jankó, s egyszeribe úgy leüti onnan a kígyót, mintha nem is lett volna. Mikor ez megtörtént, felmászik a madárfiakhoz, s azok köszönik neki a jót, hogy az életüket megmentette s azt mondják. Hát még apánk s anyánk, mikor hazajön, hogy meghálálják. Amit éppen kívánsz, mindet megtesznek. De gyere, bújj a szárnyunk alá, amíg hazajönnek. Mert apánk s anyánk örömében, hogy meglát minket, hogy élünk, elnyel téged. Éppen jókor, mert az öregek csak ugyan jöttek, és mikor látták, hogy a fiaikat a kígyó nem ölte meg, úgy örültek, hogy csuda mikor az örömük kezdett egy kicsit csendesedni, előmutatták a fiak Jankót. Csak egy kicsi híja volt, hogy fel nem falták szegényt. – Kérj, vitéz, amit kívánsz! Mindent megteszünk! – azt mondták neki. Jankó azt kérte, hogy vigye ki őt valamelyik a felső világba. Meg is lett. A vén griffmadár feltarisznyált egy bivajt, megnyúzva, s meghagyta Jankónak, hogy mikor visszanéz, mindig vessen egy darabot a szájába. Repült már a griff felfele, Jankó a hátán. Vetette a húst mindegyre, amíg az egész bivaj elfogyott, s még mindig nem voltak a kijáróliknál. Egyszer néz hátra a griff, s hogy nem volt hús, kapja magát Jankó, s vág a saját cobókjából. Azt is elnyeri a griff. S abban a pillanatban már a földön is voltak. – Miféle húst adtál utoljára? – kérdi a griff. – A cobókomból vágtam, – azt mondja Jankó. – Gondoltam! – felelé a griff. – Mert igen édes volt! Azzal a helyére tette a húst, reáfújt, s egy pillanat alatt odaforrott. Jankó megköszönte a griffmadárnak a szíves segítséget, s hazament nényeitől a várakat elvette, s őket büntetésből kicsapta a világba. Elvette egy királyleányt, s még ma is él, ha meg nem halt. Legyen a kigyelmetek vendége holnap, s ha nem jönne, a részét adják a mesemondónak. Örömteli olvasás. Varázsbetű. www.varázsbetű.hu